Sziasztok! Új műsort fogunk indítani a Becsületes Nepper csatornán. Ennek a címe szerszámos láda lesz. Mi lesz benne? Szerszámtesztek, meg fogom vásárolni a Facebookról az összes szemetet, amit ott hirdetnek, mindenféle szerszámipari megoldást, rozsda átalakítószert, meg minden ilyen vackot, és kipróbáljuk, leteszteljük, hogy tényleg azt tudja-e, amit a reklám videóban ígérnek, vagy jó, vagy nem jó. Tök mindegy, mi a végeredmény, én ezeket meg fogom venni, leteszteljük, hogy neked ne kelljen. És kiderüljön, hogy szemét, vagy tényleg ére valamit. Már 3-4 ilyen dolgot meg is vettem. Ez itt a garázsom, itt lesznek a forgatások. Aki a 24 órás racing videókat nézegette, az már látta, hogy itt készítettük fel a kúposztót. Hát itt még befejezetlenek a viszonyok, egy-két szerszám föl van akasztva, meg itt már félig meddig megteltek a fiókok. Hát ez a fal még itt üres, ide lesz majd egy mosdó, hogy kezet lehessen mosni. Ez egy 20x40-es zárt szelvényből készült váz, és arra van, a Fatter csinálta, és arra van felszerelve, fölcsavarozva egy perforált lemez, mert ugye nagyon jó takasztani, és ugye az egészet be lehet takarni, iszonyatosan sok helyet lehet vele spórolni. Ott fölötte van egy polcrendszer, itt egy köszönőgép, föl vannak akasztva itt mindenféle dolgok, és hát majd szépen belakódik a dolog. Ha erre nézte, akkor itt van egy darab hacsi, mert hacsinak lenni kell. Ez már ki van lakatolva teljesen. Műanyag elemek vannak rajta, még a tető is. De erről majd lesz még videó. Le van forgatva. 3 vagy 4 rész, vagy 5, nem tudom, ahogy kilakatoltuk. A hang az fos lesz, már most szólok, tehát ne reklamáljátok a hang miatt, mert egy GoPro-val vettük föl évekkel ezelőtt. Még nem is tudtuk, mi lesz vele, de fölvettük, hogy legyen meg. Itt a járós hacsim, az operában járós, ez a gálakocsi. A leségem, hogy foggalma nincs, nem is érti. Na mindegy. Ez itt egy M54-es motor, BMW. Ennek hamarosan szintén szerepe lesz, majd meglátjátok egy másik videóban. És akkor kinek fog szólni ez a műsor? Ha a szerszám kiállításon már a bejárattól 100 méteren belül elköltöttél 50 millió forintot képzeletben, akkor ez a te helyed. Ha csak simán a szuperben vagy a multiban megnézed a csavarhúzókat és tanástalanul nézel, hogy mi legyen, akkor is a te csatornád. Ha egy felszerelt, berendezett műhely kocsitól spontán ejakuláció van, akkor ugyanolyan hülye vagy, mint én, akkor pláne itt a helyed. Úgyhogy gyertek velünk a csatornára, nézzétek az adásokat, és folyamatos tesztek lesznek. Az első ilyen dolgot már meg is vettem, az egy rozsda átalakítószer, amit a Facebookról rendeltem. Itt van, megjött. 3 hónapot vártam rá. 3-at. Január elején rendeltem, és március 26-án jött meg. Úgyhogy ez lesz az első adásban. Egyébként egy kis aktivitást kérnék tőletek, hogyha ilyen rozsda átalakítószerrel van tapasztalatotok, vagy nem feltétlenül rozsda átalakítószer, ha valami olyasmi szer is van, ami nem erre szolgál elsődlegesen, de működik, akkor légy szíves, kommenteljétek be ide a videó alá. Egy ötletet már kaptam egy másik videóból, a Fekete Domestos. Azt mondta az egyik srác, hogy egyik kommentelő, hogy ez a mindent is lehozza a bármiről is, ez olyan. Ez kérlek szépen zero WC vízkő oldó. Hát meg kipróbáljuk azt a csodaszert is, amit vásároltam a Facebookról, hogy mégis mi ez, sárkány ellen sárkányfű, vagy csodaszer. Úgyhogy ha felkeltette az érdeklődéset és a dolog, akkor nyomjátok meg a gombot, csengetjűt, amit kell, tudod. A másik, ami miatt is csináljuk ezt a dolgot, hogy beszélgettem szerszámforgalmazókkal, és általánosságban az a tapasztalat,
hogy nem érik el a fogyasztót. Tehát a területi képviselő kimegy a barkácsboltba, elmondja a mondókáját, de az eladó már nem mondja tovább a vevőnek, mert bejön a 15. vevő facsavarért meg tipliért, és igazából nincs is rá idő, hogy ezt az információt átadja, meg hát ki tudja, hogy mennyire van belefásolva már az egészben az eladó. Úgyhogy a szerszámforgalmazók már nem érik el az ügyfeleket. És nagyon sokszor belefutottunk mostanában olyan dologba, hogy kifejezetten drága dolgokat áruló cégeknek is van rendesen olcsó, kiváló megoldásuk, de egyszerűen nem jut el az információ a felhasználóhoz. Hogyha szerszámforgalmazó vagy, és van olyan megoldásod, amit szeretnél megismertetni a nézőközönséggel, akkor tudod, hol kell bennünket keresni, info@besletesnepper.hu, illetve a nagyon fontos dolog, hogy akkor jelentkezzél, ha bízol a termékben, és tudod, hogy jó. Mert ez a csatorna, ez nem az a csatorna, ahol megmondhatod, hogy ne jelenjen meg, hogyha a teszt nem jól sikerült. Itt meg fog jelenni. Ha nem jó a terméked, beégsz vele, az is megjelenik. Az én számra nem nagyon lehet lakatot tenni. Úgyhogy akkor jelentkezni, ha jó dolgot akarsz megmutatni az embereknek, ha kamut, akkor ne. A lényeg az, hogy kövessétek a csatornát, rosd a következő epizód. Sziasztok!